A nagyszüleimet elhurcolták, és azok, akiknek a bűneit most megpróbálják kisebbíteni, de én egy akarok lenni a tiltakozók közül, és aztán akkor a szememre vetették, hogy miért tiltakozom és tegyem a dolgomat, és innen származik az egész dolog, az ötlet, hogy én itt most vezénylek és nem beszélek. Amikor én először vezényeltem ezt a darabot, lelkesen mondtam, hogy na hát, hogy én ebből most mit fog csinálni, megváltom a világot, stb. Ez a hamburgi operaházban volt, és volt egy próbánk volt, és a főszereplő az egy nagyon híres énekesnő volt, a Grace Bambury, egy fekete énekesnő, énekelte az Abigailt, és hát állandóan vártuk, de hát ő Amerikából jött, és előző nap, és csak arra az egy próbára volt kiírva, és akkor utána is írva, hogy én mindent, hogy mit fog csinálni. És hát mit tesz Isten? Hát csak nem jött. És kiderült az, hogy hát nem állította át az óráját, és olyan milyen aludt, hogy azt hitte, hogy ilyen van. Tehát nem állította át az európai időről az izére. Tehát ott aludt a hálószobában, oda ment a küldöttség, hogy most a szállodába, hogy most fölébresszék, vagy ne ébresszék föl. Hát muszáj, hát meg kell beszélni, hogy fogja énekelni. Azt mondta, hogy figyelj, fiatal kolléga, azt mondta, sokkal jobban fog énekelni, hogyha most kialussza magát.